37. titok, amire nincs Héber szó, az nem is létezik. Néhány évvel ezelőtt abban a szerencsés élményben lehetett részem, hogy áthajózhattam a csendes óceánt. Életre szóló vágyom te teljesült ezzel. A feleségem és én megpakoltuk a vitorlást a gyermekeinkkel és az ellátmánnyal, aztán útra keltünk Hawaii nyugati partjától. 22 napig tartott az út. Az egyik legnagyobb megpróbáltatást az éjszakai örködés jelentette. Őrködni kellett nehogy összeütközzünk más hajókkal, vagy az uszályokról lesodort teher szállító konténerekkel, erre jó emlékeztető volt az, ami a Robert Redford által játszott szereplővel történt a 2013-as Minden Oda Van című filmben. Az éjszakai örködés nagyon megerőlteti a szemet, ezért felváltva csináltuk. Az út felénél kivoltam erőve, a szemem is elfáradt, és kezdtem aggódni a víz miatt. Mivel kisgyerekek is voltak velünk, meg akartam bizonyosodni arról, hogy minden, minden rendben van a víztartályokkal. Általában naponta ellenőriztem a vízszintet a tartályokban, hogy nem használjunk el túl sok vizet. Mérőpálcával mértem meg a vízszintjét. Azon a bizonyos estén azt láttam, hogy semmi sem maradt. Mind elfogyott. Először ösztönösen pánikba estem. Nem tudtam, hogy kiukadt a tartály, vagy az egyik szivattyú bokrosodott meg, és szivattyúztak ki az összes vizet valamelyik csőből. Hisztérikus nevetésben törtem ki. Hogy mind nevettem olyan alkalomhoz nem illően? Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatán, amelyik kijelenti, hogy mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. Szörnyű helyzetem lelepleztem, milyen abszurd ez az ígéret. Az éjszaka közepén, miközben mindenki aludt, ott ültem a hajópadlón, és tébolyodottan nevettem ennek a garanciának az abszurditásán. A függetlenségi nyilatkozat garantálja számomra az életet? Hát remek. Ezer mérföldre vagyok a parttól, a csendes óceán közepén. Szeretnék most erre a jogra hagyatkozni, ha lehet. Küldjék a haditengerészetet, hogyha biztosítják nekem az élethez való jogot. Azért nevettem, mert azt gondoltam magamban, hogyan találnának ránk, és miért tennék? Senki sem mondta, hogy keljünk át az óceánon egy vitorlással. Akkor mi ez az élethez való jog? Akkor ott rájöttem, hogy a jogszó teljesen értelmetlen. Ki köteles teljesíteni ezt a jogot? Ahányszor valaki azt mondja neked, hogy jogod van valamihez, legyél nagyon gyanakvó. Kérdezd meg, kit hívhatsz fel, hogy ez a jogod biztosan teljesüljön? mert ha nincs senki, aki vállalja a kötelezettségeket annak a jognak teljesítéséért, akkor ez a jogod nem is létezik. Az a jog fabatkát sem ér, ha nem tudod behajtani. A jog szó tehát értelmetlen. Egyszerűen nem jelent semmit. Hogyan garantálnak neked valamit, ha nincs is garancia arra, hogy valaki képes ezt biztosítani a számodra, és meg is teszi. Csak később jutott eszembe, hogy még egyszer ellenőrizzem a vízkészletünket. Nagy megdöbbenésemre és megkönnyebbülésemre bőven volt víz. Kimerültségemben valahogy rosszul néztem a szintjelzőt. Zavarba ejtő, igaz, de micsoda megkönnyebbülés volt tudni, hogy életben maradunk. Minden rendben volt, de ez a nehézség jó lecke volt nekem. Emlékeztetett arra, hogy az angol nyelv tele van olyan szavakkal, amelyek a badarságok. Ezek a szavak olyan fogalmakat határoznak meg, amelyek nem is léteznek. A jogokra nincs szó az úr nyelvében. Nincs olyan héber szó, amely akár nagyjából is ilyesmit jelentene. És biztos lehet abban, hogy ha valamire nincs szó az úr nyelvében, az nem is létezik. Nem valóságos. Máskülönben Isten megnevezte volna. Ez nem vonatkozik a modern technikát leíró szavakra, a bibliai Héberben természetesen nincs szó a helikopterre vagy a telefonra, de biztosíthatlak arról, hogy a helikopter és a telefon valóságos dolgok. A modern Héberben van szavunk a telefonra, telefon, de a bibliai Héberben nincs. Itt most azonban nem erről van szó. A helikopter és a telefon azoknak a dolgoknak a birodalmába tartozik, amelyek változnak. Ahogyan korábban már említettük, ide tartozik a technika, az orvostudomány és a természettudomány. Itt most kizárólag azokról a dolgokról van szó, amelyek nem változnak. Az ember, Isten, a szellemi dolgok és a föld. ezeken belül valamire nincs héber szó, az a dolog vagy fogalom nem létezik. Ezért felejtsd el a jogok szót. Ez a szó nem létezik, és az sem, amit jelöl. Mondhatod azt. Na de Lapin Rabbi, ezt hogy érti? Rengeteg jogom van. Elég csak a Bill of Rights alapjogi okmányra gondolni. Az felsorolja őket. A modern világban az úgynevezett jogok szinte járványszerűen terjednek, különösen Amerikában. Rengeteg jogot ígérnek nekünk. De hol vannak a kötelezettségek? Ki garantálja ezeket a jogokat? Garantálók nélkül a jogok teljes mértékben értelmetlenek. A kormány küldetésévé tette, hogy teljesítse ezeket az úgynevezett jogokat, de a kormány csak a legjobb tudásának és szeszélyének megfelelően teszi ezt. Ha egy jogot be lehet szüntetni, akkor ez vajon valóban jog? Az elidegeníthetetlen jognak ez a fogalma teljes badarság. Szép elgondolás, de, megtévesztő. Az egész tóra sehol sem említ egyetlen jogot sem. A 613 parancsolat között egyetlen egyszer sem szerepel egyetlen jog sem. Csak kötelességek vannak. A szegény embereknek joguk van ahhoz, hogy jótékonykodásban részesüljenek? Egyáltalán nem. Nekem kötelességem jótékonykodni, de nem muszáj adnom valakinek csak azért, mert szegény. Nem szoktam jótékonykodni visszataszító, undorító személyekkel, hiába szegényebbek nálam. Azzal jótékonykodom, akivel akarok, és ha veled senki sem jótékonykodik, hát az kemény, de nem az én gondom. Istennek nem tetszik, ha az emberek szánalmasak siránkoznak, és ezért nem is kapsz jutalmat tőle, sem, de tőlem sem. A rendszer felépítése olyan, hogy nem jutalmazza a rossz viselkedést. Nincs olyan, hogy jogosultság, mert senki sem jogosult semmire. Ha fele barátaid nagy lelkűségéből szeretnél megélni, akkor hízelegd be magad nekik rendesen, hogy ténylegesen akarjanak segíteni neked, mert nincs jogod más ember pénzére. Senkinek sincs. Ilyen nincs. Mindenkinek vannak kötelességei, de joga senkinek sincs semmihez a Bibliában. Ez a szó azért nem létezik a héberben, mert a világban sem létezik. Hogyha valaki rákényszerít, hogy biztosíts egy ilyen jogot, az nem jótékonykodás, hiszen a jótékonykodás a meghatározásánál fogva önkéntes adakozást jelent. Ha rákényszerítenek, hogy adod a pénzedet valakinek, az tolvajlás. A véletlenre sincs héber szó. A véletlen fogalma ellentétes Isten tervével. Ha valamit véletlennek hívunk, az csalás, mert azzal palástoljuk Isten munkálkodását a világban. Nincsenek véletlenek vagy véletlen egybeesések, csak olyan cél, amelyet nem veszel észre. Csak azért, mert nem veszed észre, amikor Isten valamit mutatni akar neked, az még nem teszi véletlenné az ő üzenetét. Amit mi véletlenek gondolunk, az általában nem más, mint Isten átszázott célja. Minden egyes dolognak, ami valaha megtörtént, vagy meg fog történni, oka van, Tény meg magadnak egy szívességet, és inkább szállj rá pár percet, hogy megpróbált kitalálni, mi lehet azok, ok. Ahelyett, hogy a véletlen számlájára írnád, ami pedig nem létezik. Szintén nincs héber szó arra, hogy méltányos. Ez is egy értelmetlen szó, amit az úrnyelve nem ismer el. Vannak, akik a méltányosságot emlegetik, hogyha egyenlőtlenséget látnak. Azt látják, hogy neked kettő van valamiből, nekik meg egy sem. És azt mondják, ez méltánytalan, de miért kellene mindenkinek mindenből ugyanannyival rendelkezni? Különösen, ha te mondjuk megdolgoztál valamiért, amiért én nem. A gyerekek egészen kicsi kortól kezdve magukévá teszik a méltányosságnak ezt a, az értelmetlen fogalmát, csak ők igazságként emlegetik. A szülők tudni fogják, miről beszélek. Hányszor hallottál már ilyet a gyermekeittől? De anya apa, ez nem igazságos. Lehet, hogy te is szoktál érezni, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd, vagy megérigyelsz valamit valakitől. Én ugyanazt tudom mondani, amit a gyerekeimnek is mondtam. Igazad van, ez nem méltányos, mert az élet emberileg nézve nem méltányos. Nem az élet az egyetlen dolog, ami nem méltányos. Semmi sem az, mert olyan, hogy méltányos, nem is létezik. Kötelességek vannak, szabályok vannak, rendszerek vannak. Létezik az árucikkek, bérek és szolgáltatások jogszerű elosztása, de nem valamiféle méltányosság alapján történik az elosztás. Az árucikkeket és szolgáltatásokat pénzen veszik meg, a pénzt pedig meg kell keresni. Nincs jogod a pénzre, ki kell érdemelned. Egy másik modern szó, aminek nincs megfelelője az óhéberben, a vakáció. Ami megint csak olyasmiről beszél, ami nem létezik az úr szemében. Ennek nyilvánvalónak kell lennie. Az Úr azt akarja, hogy szolgáljunk egymás felé, ehhez pedig dolgoznunk kell, a vakáció pedig kizárja a munkát. De mi a csodáért hagynád abba a munkát? Modern korunkban, amikor nem mindig szakítunk ki egy teljes napot a hétből, és nem tartjuk meg és ünnepeljük rendszeresen a bibliai ünnepeket, megértem, hogy vakációk nélkül kicsi egyhangú az élet. A modern élet egy kicsit fárasztó tud lenni, és én készségesen beismerem, hogy nagyon szeretek vakációzni. Azzal is tisztában vagyok, azonban, hogy van valami alapvetően egészségtelen abban, ha úgy érezzük, hogy hosszú időre ott kell hagynunk mindent. Elismerem, hogy téves az a modern felfogás, miszerint a vakáció egészséges. Nekem személy szerint nehezemre esik visszatérni a munkához egy vakáció után, ami jelzi, hogy a vakáció valószínűleg nem volt olyan jó ötlet, még akkor sem, ha elvesztem. Isten azért helyezett ide bennünket, hogy szolgáljunk egymás felé, és ha elmegyünk vakációzni, és abba hagyjuk egymás szolgálatát, kezdjük egészségtelennek érezni magunkat szellemileg. Miután ezt már tudod, talán meg sem lep, ha elmondom, hogy az óhéberben a nyugdíjba vonulásra sincs szó. Ez a fogalom egyébként is viszonylag új találmány. A kőkorszakban nem mentek nyugdíjba az emberek a középkorban, de még a reneszánsz vagy a viktoriánus korban sem mentek nyugdíjba. A nyugdíj első említése 1883-ban történt, amikor Otto von Bismarck, Németország kancellárja, bevezette a 65 éves nyugdíjkorhatárt. Akkoriban meglehetősen biztonságos volt a társadalom számára ezt az életkort választani, de legtöbben meg sem élték. Magas volt a csecsemő halandóság, és még a penicilin sem létezett, mégis rossz példának bizonyult. Ma már jóval tovább élnek az emberek, de ezt a példát átvették más országok is, és ma már a nyugati világban szinte mindenütt létezik ez a, ez a leállás. 1883-ig azonban nem is hallottak ilyesmiről. Akkor vezette be első ízben egy társadalom, azt a különös elgondolást, hogy a kormány fizessen az embereknek, nem azért, mert dolgoznak, hanem azért, mert megöregednek. Addig jól el voltunk nyugdíj nélkül is. Most viszont már látjuk, hogy rengeteg problémát okoz. A nyugdíjasok jogosultsági programjai, például a társadalombiztosítás az Egyesült Államokban egész nemzeteket visz csődbe. És miért? Azért, hogy abba hagyhassuk a munkát. Azért visszük csődbe a társadalmat, hogy segítsünk az embereknek abba az egymás felé végzett szolgálatot. És miért? Azért, hogy abba hagyhassuk a munkát azért visszük csődbe a társadalmat, hogy segítsünk az embereknek abba hagyni az egymás felé végzett szolgálatot. Ennek semmi értelme. Ezek a programok azért fenntarthatatlanok, mert Isten úgy tervezte az egész rendszert, hogy ezt ne ezt támogassa. Vannak, akik szerint a nyugdíj társadalmi kötelezettség. Úgy állítják be, hogy a nyugdíjba vonulással az idősek helyet biztosítanak a munkaerőpiacra bekerülő fiataloknak. Ez azonban helytelen érvelés. Gondolj csak bele, ha annyira jó ötlet 65 évesen nyugdíjba küldeni az embereket, hogy a fiatalabbak könnyen találjanak munkát, akkor miért ne küldjük őket nyugdíjba 50 évesen? Vagy miért ne menjen nyugdíjba mindenki 30 évesen, hogy az összes 21 évesnek legyen munkája? Azért nincs ennek értelme, mert az emberi gazdagságnak nincs kőbevésett határa. Ha az emberek abba hagyhatják a munkát nem termelnek, és ennek következtében sokszor kevésbé lesznek egészségesek. Aki dolgozik, az jóval többet termel, mint amennyit elfogyaszt. Ez könnyen bizonyítható. Elég, ha csak körülnézel a környéken, ahol laksz. A szennyvíz azért nem folyik az utcán, mert valaki kiépített a csatornát. Házban laksz, és nem a mezőn. Boltból vásárolt ételeket eszel, nem az erdőből gyűjtögetett tenni Ezek mind megkövetelik, hogy felesleg termelődjön, és te kereskedés révén élvezhesd ezeket. A modern készülékeid és a fölös jövedelmet bizonyítják, hogy sokkal többet termelünk, mint amennyit fogyasztunk. Ez majdnem mindenkire igaz a fejlett országokban. Akkor hát miért hagyják abba a munkát az eredményes emberek? Hogyan segít ez bármiben? Nincs olyan pont, amikortól valaki automatikusan haszontalanná válik. Mindenki tud adni valamit. Igaz, van, aki többet, van, aki kevesebbet, de mindenki tud tenni valamit. Soha nem vagyunk túl öregek ahhoz, hogy adjunk. A közreműködési képességünk változhat és alakulhat, de mindenki adhat valamit, mindenki szolgálhat valahogyan. Mózes 4. könyvében megismerünk olyan papokat, akiknek nem igazán iriglésre méltó feladat jut. Nekik kell kihordaniok az állat bemutatni az áldozatokat, és foglalkozni az önfejű ügyfelekkel, vagy hívőkkel. Isten azt mondja Mózesnek, 4 Mózes 825, hogy az ilyen pap lépjen ki e szolgálatnak sorából, és ne szolgáljon többé. Vajon ez a nyugdíjba vonulásra tett utalás? Nem. A következő versben azt mondja Isten, hogy az ilyen idősebb pap segítse az ő atyafiait a gyülekezet sátrában. Továbbra is fontos munkát végeztek, és fizetséget kaptak érte, csak ez másfajta munka volt. Isten elismerte, hogy 50 éves kor felett a nehéz állattetemek cipelésének fizikai munkájára már nem alkalmasak a papok. Ez a feladat fizikailag is megterhelő és méltóságon aluli. Ezeket az idősebb papokat ekkor egy előkelőbb tanácsadói pozícióba helyezték. Ők lettek a főnök papok, de továbbra is dolgoztak. A Bibliában sehol sem találunk olyat, ami arra utalna, hogy teljesen hagyjuk abba a munkát bármilyen életkorban. A nyugdíjba vonulás fogalma viszonylag új és rendkívül problémás. Nem szabad, hogy a nyugdíjba vonulás a dolgozó élet lényegéhez hozzátartozó elv legyen. Szakítanunk kell azzal a felfogással, hogy a munka értelme az, hogy egy napon majd nyugdíjba vonuljunk, azt tegyünk, amit csak akarunk, és soha többé ne szolgáljunk senki felé. Ha ezt Isten így tervezte volna, akkor nevet adott volna neki. De nincs héber szó a nyugdíjra, ezért tudhatjuk, hogy nem így tervezte.